Az Egyesületünk 2012-ben alakult 10 fővel, jelenleg 150 gyerekünk van, és 25 felnőtt csapattagunk. Az alapítás célja a katonai hagyományőrzésnek az ápolása volt, és ezen belül pedig a 16-17. Század, tehát a török hódoltság korának az időszakáról beszélünk, erről a 150 évről. Itt látunk 16-17. Századi hódoltság korabeli magyar viseleteket. Ezek egytől egyik hiteles rekonstrukciók. A fegyverek közül a legfontosabb és legkiemelkedő jelentőségű a fegyverövön függesztett szabják különféle példányai. Ezek a tipikus ívelt, a magyarokra jellemző formájú vágó fegyverek. Retteltes hatású csákányfokos, illetve a különféle fokos bárdoknak a korszak jellemző példányai, jó eséllyel átvéték a korszak páncélait is. Ezeken védekezni kell. A legtöbb viselet, amit itt láthatunk, az könnyű dolmány, esetleg hátibőrt mente kombinációja. Ezek ugye bizonyos értelemben már is védenek a fegyverek ellen. A sújtás az a fajta díszítettnek tűnő ruhadarab, amin különböző zsinózások láthatóak. Ez is véd a vágástól. A kézben tartott védőfegyverzet, láthatunk különböző pajzsokat a katonák kezében. A legtipikusabb és legnagyobb méretű az a tárcsa pajzs. A tárcsa pajzs az egy szimbolikát is betöltött. Az a nemesi família, akinél szolgált az illető katona, az ráfestette a maga címerét, illetve a címerének a jellegzetes elemeit. Vannak páncéljaink is, amik ugyancsak a korszak tipikus fegyver elemei. Ezek ugye nagyobb behatású fegyverek ellen védték a katonákat. Teljesen másként kell elképzelni ezen a fegyverek használatát, mint a filmekben láthatjuk. Tehát nem vonalharcászatott alkalmazottak, hanem körben mozogtak egy területen 8-10 hajdú. Egy korszak gyalogos katonája ezt a teret, ahol most vagyok, az betöltötte volna egy mozgás közepette. Olyan méretű köröket írtak le a csata közben. Aztán voltak olyan finomságaik még, hogy amikor jött az ellenséges sortűz, ugye a kontramars, illetve a egyszer tüzelő gyalogos katona, a korszak találmánya, na ezek nem várták meg, míg ez megtörtént, pedig lehasaltak. Ez bekerült a írott források közé, és nem voltak elragadtatva az ellenfelek, hogy ezek micsoda vitézek.